Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, hú, nagyon hangos, most így megijedtem a saját hangomtól, de szeretettel köszöntök mindenkit. A Bálint Ház és a Mérei Ferenc Szakkollégium közös programján, vagy a program sorozatának ez a 6. beszélgetése, ugye Justus Pálnak az emlékének dedikáltuk ezt a beszélgetés sorozatot, illetve még a tavalyi év lezárásaként volt róla is egy külön beszélgetés, most Tandenszki Évával és Radnóti Sándorral beszélgettem, és ezzel zártuk le az előző fél évet, és akkor most elkezdődött ez az újabb beszélgetés sorozat, ami szintén most ősszel kezdődik, és akkor január 27-én fog folytatódni, de erre meg a végén visszatérek. És tulajdonképpen, hogy csak egyetlen gondolat, hogy miért róla neveztük ezt a sorozatot, azért róla neveztük el, mert hogy úgy próbál, vagy a beszélgetések középpontjában általában valamilyen társadalmi probléma, vagy politikai problémának a művészi megjelenítése volt. Ugye ezt is mondhatnám egyszerűbben, hogy ez a társadalmi problémák művészeti megjelenítése és találkozása a boncasztalon. Szóval ezeket próbáljuk valahogyan ötvözni, és itt persze van egy csomó politikai kontextus is, ami nagyon fontos és érdekes lehet. Most a mai beszélgetésünknek ugye az volt a cím, vagy az a címe, hogy van valami furcsa és megmagyarázhatatlan abban, hogy generáció. És itt a generáció is nagyon fontos benne, meg ugye ez a felvezető mondat, amely rögtön szerintem sokak fejében felidézi Reisz Gábornak a nagy sikert, illetve sok vitát kiváltó filmjét, aminek ez volt a cím, hogy van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. És az eredeti elgondolás az is volt, hogy tulajdonképpen ennek a film apropóján beszélgetünk egy picit arról, hogy van-e generáció, meg tudjuk-e mondani, mi az, hogy generáció, vagy ha meg tudjuk mondani, akkor különböző tudományágak képviselői hogyan definiálják ezt a fogalmat, vagy hogyan használjuk általában ezt a fogalmat. Viszont az utolsó, vagy nem az utolsó pillanatban, de nagyjából már a finishben volt tulajdonképpen a beszélgetés, amikor kicsit át kellett alakítani, mert a Reisz Gábor nem tudta vállalni a beszélgetést. Vagyis a film maga, tehát a Van valami című film, az inkább az apropója lesz annak, hogy megpróbáljuk azt megnézni, hogy a filmben, a közbeszédben, a politikában, a kultúrában, zenében, részben akár színházban is, és egyébként, hogyha eltávolodunk így a kultúrától, akkor a marketingben, hogyan jön el a gazdaságban, hogyan mozgatják, hogyan mobilizálják, illetve mire használják fel a generáció kifejezést. Van egy titkos főszereplője is tulajdonképpen ennek a beszélgetésnek, hogy természetesen már nem lehet jelen, de megpróbáljuk a szellemét és a gondolatait megidézni, az pedig Mannheim Károly lesz, illetve az ő Nemzedékek problémája című munkája, amelyről később fogunk majd még beszélni. És mielőtt belevágnánk tulajdonképpen a témába, hadd mutassam be a beszélgető társaimat, most akkor erről kezdem, Vida Katalin pszichológus, Éber Márk szociológus és Hirsch Tibor filmtörténész. És tulajdonképpen, tehát hogy maga az, hogy generáció vagy nemzedék, az egy nagyon banális dolog. Tulajdonképpen mindenki meg tudja mondani, hogy mi is lenne az. De abban a pillanatban, hogy megpróbálunk szempontokat kijelölni, nagyon sokszor azzal a tapasztalattal találkozik az ember, hogy mindig kicsúszik a kezéből igazából ez a fogalom. És ettől nagyon izgalmas, és ettől nagyon érdekes. Bár a Facebookon azt ígértem, hogy megmondjuk majd a tutit, hogy mi is ez a generáció valójában. Azért nem vagyok teljesen biztos benne, hogy dűlőre fogunk jutni, de azért megpróbáljuk. Szóval a lényege az, hogy tényleg ha most például órán az egyetemen ugye felteszem azt a kérdést, akkor próbáljuk megmondani, hogy mi jut eszünk be, tehát milyen konnotációk, milyen utalások ugranak be arról a szóról, hogy generáció, akkor nagyon sokszor azt fogják mondani, hogy nem tudom, sokadik generációs telefon, vagy akkor előkerülnek ezek az XYZ generációk, na most akkor tudjuk-e, hogy valójában ezek mik. És hogy általában szokták tudni, tehát hogy a... hogy nagyjából melyik generáció, de ugye nagyon sokszor ugye technológiai fejlesztéshez kapcsolódik a telefon esetében, vagy az okostelefonok megjelenése, akkor a Web2 használata, és a többi, csak kérdés, hogy ez valójában elég-e, vagy ez inkább a marketingnek egy ilyen fogyasztói identitásához kapcsolódó, hát ilyen ajánlat valójában. És akkor az én igazi kedvenc példám az az X generációnak a példája, hogyha az ember elsétál a innen nem is olyan nagyon messze lévő Robert Capa központba, akkor ott láthat egy kiállítást, aminek az a cím, hogy Robert Capa in Color, és a színes fényképeit lehet ezek szerint, de nem csak az a színes fényképeit, hanem kicsit így a háború után készített ilyen úgynevezett kis színes képei is ki vannak ott állítva, és annak van egy ilyen része, amit ugye megalapították 1947-ben ezt a Magnum nevű ügynökséget, akkor ugye elkezdtek csinálni, és elkezdtek egy, tehát ez egy projekt volt, egy tulajdonképpen egy vizuális kutatás, ha tetszik, ami arról szólt, hogy amit úgy neveztek el, hogy X generáció, és a Robert Capa, aki 1913-ban született, avantgardista volt, kommunista volt,
végigcsinálta a spanyol polgárháborút, és a több, végigcsinálta a háborút, nagyon sok mindent végigcsinált, és volt egy elkötelezett fotográfusi minősége, és ebben a minőségében, amikor ezt az X generációt kitalálta, akkor ezt ugye úgy nevezte, hogy ez egy ilyen elveszett, vagy ilyen névtelen, inkább névtelen generációnak nevezte, és számára ez az volt, akik az 50-es évek elején voltak nagyjából, tehát nagyjából 1930-ban születtek, vagy Észak-Amerikában, vagy Nyugat-Európában, ez fontos egyébként, ez a kontextus, és akik így belenőttek tulajdonképpen a háború utáni gazdasági növekedésbe, illetve belenőttek abba, amit aztán fogyasztói társamnak neveztünk, ez számára az ilyen üres volt, hogy nem nagyon tudott vele mit kezdeni, azt mondta, hogy tényleg csak így a mindennapoknak, a fogyasztásnak élnek, és hát nincs benne az mondjuk, hogy nagyjából 17-18 évvel idősebb volt ennél a nemzedéknél, ami az ő generációk, vagy az ő nemzedéküket foglalkoztatta. És akkor tulajdonképpen pedig felkodik, hogy mi az az X generáció? Tehát miért pont X? Az XYZ után ugye mi következik? Egy sor olyan kérdés van tehát, amelyet igazából érdekes lenne megnézni, hogy miért pont X-szel kezdjük. Akkor az egész X generáció, tehát aztán utána regénycímekben zenekarokat neveznek el, ugye Billy Idolnak volt egy ilyen nevű punkzenekar a 70-es években. Szóval nagyon sok minden, nagyon sok mindent lehet megnevezni tulajdonképpen, vagy felcímkézni ezzel az egész ilyen generációs problémával. És akkor tulajdonképpen, amikor a Reisz Gábor filmje megjelent, most függetlenül ettől a XYZ generációtól, akkor akár a sajtóban, a Facebookon, különböző vitákban, majd erre szerintem meg vissza is fogunk térni, ugye feltűnt ez, hogy na akkor ez egy kultuszfilm, vagy generációs film, stb. És akkor ugye megint ez az akut kérdés, hogy na jó, de mit jelent az, hogy generáció? És akkor tulajdonképpen innen is indulnánk el szerintem. Az lenne talán a legjobb, hogyha egy ilyen kicsit egy ilyen fogalmi tisztázásból indulnánk ki, ami nem azt jelenti természetesen, hogy ez egyetlen lehetséges definíciója a generációnak, de hogy mégis lássuk azt, hogy tulajdonképpen Mannheim Károly hogyan is gondolkodott erről, hogyan próbált egy ilyen tudásszociológiai alakzatként megjeleníteni a generációt. Úgyhogy hát az az előzetes forgatókönyv, az most nem egy ilyen spontán felkérés lesz, hogy a mellettem ülő Eibermark szociológus egy picit beszélni fog Mannheim Károlyról, illetve a Nemzedékek problémája című írásáról, amit egyébként el is hoztam ezt a kötetet, ebben a kötetben magyar nyelven is elolvasható. És akkor utána úgy megyünk tovább, hogy Hirsch Tibor, aki filmtörténész, ő pedig készített nekünk egy nagyon frankó, elsősorban a magyar filmtörténetből olyan részleteket, amely a filmnek, tehát a játékfilmnek és a generációnak az összefüggésére próbál reflektálni, és akkor utána pedig tulajdonképpen megnézzük, hogy a pszichológia, mint tudomány mit kezd ezzel az egész ilyen generációs problémával. Ez lesz az első kör, és akkor most át is adnám a szót Márknak, hogy próbálja, vagy megkérem, hogy mutassa be nekünk egy kicsit ezt az elméletet. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen a meghívást. Nagyon nagy örömmel jöttem Mannheimről beszélni, meg az egész generációról való gondolkodás az tulajdonképpen az elmúlt hónapokban már valamelyest folyt is közöttünk Zsolttal, Facebook falakon, itt-ott, éppen a Van kapcsán is. Valóban röviden próbálok valamifajta fogockodót adni, hogy Mannheim, aki magyar származású tudásszociológus, de ez a tudásszociológiai korszaka, amiből az a tanulmánya származik, amelyikről most szó lesz, 1928-ban jelent meg, tehát nem egy kifejezetten friss elemzésről van szó, és alapvetően még a tömegsajtó korszakából származik ez az elemzés, tehát hogy nem lesz teljesen tökéletesen passzintva a mai viszonyokra. Ő azt mondja, hogy egész egyszerűen el kell kezdenünk, mint nagyon sok más esetben is, hogyha fogalmilag nem tudunk valamit kezelni, akkor el kell kezdenünk fölbontani a fogalmainkat. Tehát meg kell néznünk azt, hogy mindaz, amiről így pontatlanul generációként beszélünk, azok milyen típusú társadalmi szerveződések. És az aljáról kezdi, azt mondja, hogy nézzük meg, hogy az, amit mondjuk a statisztikusok kohortnak neveznek, tehát az egy adott évben, teszem azt 1978-ban megszületettek Magyarországon, ők hogyan viszonyulnak ehhez. És azt mondja, hogy ez a legalsó szint, ez a kohort vagy korosztály, ez még semmiképpen nem nevezhető annak a később végső tulajdonképpeni generációnak nevezett valaminek. Azt mondja, hogy ez egy szükséges feltétel, hogy jobbára egyszerre szülessenek, de itt nem egy évről van szó természetesen, hanem valami fajta közelebbről definiálhatatlan hasonló nemzedéki elhelyezkedésről. Tehát hasonló nemzedéki elhelyezkedés az időben, azt mondja, hogy a társadalmi történeti térben
nagyjából hasonlóan elhelyezkedő emberek lehetnek, képezhetnek egy nemzedéket. Ez tehát a nemzedéki elhelyezkedés. Ezt valahogy úgy fognám föl, mint a, vagy úgy mutatnám, mint a tál, ami valahogy így alapvetően átfog hat elemeket, de még nem koherálja őket igazán. És azt mondja, hogy ez valami olyasmi ez, mint amikor, ha ismerős ez a problematika, hogy mi a helyzet az osztály és az osztály helyzettel. Hogy itt az osztály helyzet valamilyen módon társadalmi, gazdasági viszonyok szempontjából hasonló helyzetűek, még nem feltétlenül fognak cselekvő osztályt alkotni. Tehát ez lenne az elhelyezkedés. Azt mondja, egyel közelebb lépve, hogy van ugyanakkor a nemzedéki összefüggés, amit már kicsit jobban koherál, kicsit jobban szervez az, hogy ezek a hasonló nemzedéki elhelyezkedésűek valamilyen fajta közös sorsban osztoznak, valamifajta közös problematikák alapján tájékozódnak a világban. Tehát az ő példájával élve a 19. század elején Németországban az akkori fiatal generációk között több is próbálkozik valamilyen módon szellemileg, társadalmilag birkózni a saját sorsukkal, saját történeti helyzetükkel. Ennyiben sokszor, ha egymás ellen is gondolkodnak, akkor is egy nemzedéki összefüggésbe sorolhatók. És ami a végső megfejtése lesz, ami a tulajdonképpeni nemzedék lesz nála, azt úgy nevezik nemzedéki egység, és arról azt mondja, hogy egy adott nemzedéki elhelyezkedésen belül, egy adott, és ez a másik kategória már kicsit szűkebb, nemzedéki összefüggésen belül, az, hogy ezzel a közös sorssal itt a ezt a közös sorsot hogyan fogják meg, és hogyan dolgozzák fel a saját világakarásukat, és hogyan fogalmazzák meg a saját világnézetüket, kicsit konkrétabban, milyen közös nemzedéki élménytérrel rendelkeznek, ez lesz a nemzedéki egység. Kicsit konkrétabban, vagy hogy mondjam, jobb példával, tehát visszamenve a 19. század elejének porosz ifjúságára, azt mondja, hogy nagyon érdekes, hogy egy nemzedéki összefüggést alkot az a fiataloknak az a csoportja, amelyik magát valamilyen módon romantikus konzervatívnak mondja, vagy a romantikus konzervativizmusnak az áramlata hatja át az ő gondolkodását és világakarását, illetve a liberális racionalizmus által áthatott fiataloknak a csoportja, ők egy összefüggésben vannak, de egymás ellen gondolkodnak, és az, ami őket külön-külön ezt a két tábort valahogyan belülről koherálja, az lesz az egység. Azért is hoztam ezt a példát, mert nem, kicsit vicces, de hogy nem teljesen áltávol talán a mai ilyen generációs egységtől. Tehát amikor néhányan, akik itt a pódiumon vagyunk, és néhányan, akik ott ültök, tudjátok, hogy például amikor ilyen diákmozgalmi hullámok voltak, akkor is egészen jól látszódhatott az, hogy a romantikus konzervativizmus átélése, élmény magja, az mennyiben tud különbözni a, ha nem is teljesen pontosan, de nagyjából úgy liberális racionalizmusnak nevezhető világakarással, világnézettel. És azt hiszem, hogy első körben így ennyit mondanék. Nagyon köszönjük. Tehát igazából csak azért kértem ezt a, mondom, részben azért, mert tényleg a Manhely ilyen szempontból egy nagyon jó kályhalonnal el lehet indulni. De ha belegondolunk abba, hogy amit kicsit említettem is, vagy utaltam rá egy a bevezetőben, hogy mondom a marketing hogyan használja a generáció fogalmát, hogy a publicisztikában hogyan használják. Tehát most belegondolunk abba, hogy mondjuk Szegfi Gyulának a három nemzedéke, a tulajdonképpen a 19. illetve a 20. század elején magyar történet három generációnak, három nemzedéknek az alkotásaként, illetve hát részben zsákutcájaként próbálta elképzelni, de nem tudjuk meg pontosan, ugye, hogy mit jelent az, hogy nemzedék. Ugye le van írva, hogy kik alkotják, illetve hogy milyen koncepció mentén gondolkodtak, de azt pontosan nem tudjuk meg ebből sem, hogy mi a generáció. De nagyon sok ilyen példát lehetne említeni, amikor inkább kívülről és általában idősebbek próbálják vagy visszatekintő, főleg publicisztikában, hogy van egy nemzedék, ami ugye fellép, és ezzel a fellépésével alakítja ki tulajdonképpen ezt a nemzedéki egységet.
Na most az lenne még, vagy ez egy kulcskérdés még, amire szintén egy kicsit utal mondanám, hogy ugye mi a, azt hiszem, hogy ezt a kifejezést azt mondom, hogy kulturális, vagy kulturális hordozó, talán ez a fogalom szerepel benne, hogy tulajdonképpen mik azok a, tehát hogy itt volt már szó, mondom, médiáról, technológiáról, volt politikáról, publicisztikáról, stb. Sok minden szóba került. Ugyanakkor mondjuk, ha megnézzük a 20. század második felét, nyilván az egyik legevidensebben adódó hát ilyen kulturális hordozó, az mondjuk a zene lehet, elsőbben a populáris zene, mondjuk az 50-es évek végétől, a 60-as évek elejétől. És tulajdonképpen, hogyha ugye elő is készítettünk néhány ilyen számot, amit még így a beszélgetés előtt nagyjából olyan fél hat és hat között lejátszottunk, amelyek a generáció, tehát a Who-nak a My Generation című számától elkezdve mondjuk az Illés együttesnek a Ha nem akarok állni, ha futnak a percek szemű, tehát ezek a számok direkt ehhez kapcsolódtak hozzá, vagyis hogy hogyan kapcsolódik mondjuk egy zenei stílushoz egy ilyen önkifejezés, illetve fellépési szándék. De ami talán még ennél is egy picit plastikusabban kifejezi ezt, és ami jobban kapcsolódik ugye a címben meg beharangozott, vagy legalábbis kicsit beígért film témának, az tulajdonképpen a filmtermés lenne, és arra kérném meg most Hirsch Tibort, hogy ő készített nekünk egy ilyen kis prezentációt, amelyekben lesznek ilyen beágyazott filmbetétek, hogy nézzük meg tulajdonképpen, hogy a magyar filmtörténet esetében hogyan kapcsolódik össze ez a generációs megjelenés, illetve fellépés, illetve egység, hogy hogyan lehetne ezt elemezni, és akkor itt megkérném a Gábort, hogyha nem tudom, látom, vagy nem kell. Ja, nem kell, bocsánat, akkor viszont a Tibort szeretném megkérni, hogy ezt mutatja, és pedig lemegyünk a színpadról, mert nem lehet tőlünk majd látni a hátsó. Én elnézést kérek, mert akaratlanul is, tehát nem igazán tudtam a menetrendet, több helyet és időt szakítok ki magamnak, mint amennyit illendő egy kerekasztal beszélgetésbe. A dolog lényeg egyébként nem maga a prezentáció, amit végül is valóban erre az alkalommal összeraktam más prezentációkból. Ez egy könyv, ami születőben vagy tulajdonképpen megszületett kéziratként, és amelyik egy filmtörténeti, magyar filmtörténeti provokáció egy olyan egyszerű állítással, hogy a nagyjából a kora Kádár kortól a rendszerváltásig számított bő 30 évnek a több száz filmes, játékfilmes termésében kihallani vélek egy generációs beszédet, amelyik érinti a filmek, most csak hasamra ütök, valamivel kevesebb, mint felét, de még így is ugyancsak több száz filmet. Tehát egy fontos, hogy is mondjam, háttér dialógusról van szó. Tehát generációk beszélgetnek az én elemzésem és megítélésem szerint ezekben a filmekben, méghozzá három nemzedék. Most ez a generációs séma egy jóval leegyszerűsítettem, és szintén tudom márféle, csak azért kellett nekem, és azért dobtam ide föl, mert az is az állításhoz tartozik, hogy a filmek maguk nem csak leképzik a létező generációkat, hanem részben teremtik, részben pedig torzítják, tehát hamis dolgokat közvetítenek róla, trükköznek vele. Úgy is tudnak trükközni vele, hogy korcsoportokat kineveznek generációnak, tehát kohorsz helyett generációznak. Úgy is tudnak trükközni vele, hogy két generációs egységet nem vesznek észre, vagy többet esetleg nem vesznek észre, hanem helyette generációról beszélnek. Erről talán még egy-két szót lehetne mondani, tehát több játékuk is van. Nos, mik ezek a generációk? Még egyszer mondom, ebben a viszonylag hosszú, több évtizedes időben. A három ilyen generációt vélek én felfedezni, amiről filmek szólnak. A 40-es évek eszmélő, az 50-es évek eszmélő és a 60-as évek eszmélői. Tehát ezeknek van markáns leképzésük magyar filmben, még egyszer mondom, a rendszerváltásig. Ugye világos, hogy itt egyfajta csúszás van, tehát a 40-es évek eszmélőiről a 60-as évek elején készül az első film. Addig ugyanis nincs generációs beszéd, mint egy kulturpolitikailag bátorítva vagy engedélyezve, de onnantól kezdve van. Most ha azok a nyilakban olvasható főállításokat, mint az idő kímélése véget nem olvasnék föl, nagyjából, hangsúlyozom, csak nagyjából, és sokkal több alkategória és árnyalat van, jelzik, hogy mi is jellemzi ezen generációknak a
sűrűn használom ezt a szót itt, és ezért is elnézést kérek, etoszát. Másrészt pedig jellem ott van, ahhoz muszáj megszólalnom a másik oldalon, a számegyenesen, hogy valójában mik is azok a generációs élmények, amik ugye ennek is nagy jelentősége van, friss észlelő korukban, tehát egyfajta tágan értelmezett ifjú érzékeny időszakban éri ezeket az embereket fiatalon. A 40-es évek eszmélőinek ugye ott van maga a felszabadulás, ott van a fényes szelekérmény, ott van általában politikától, ideológiától, akár mellékesen egyfajta háború utáni újjáépítési dinamizmus élménye. Az 50-es évek eszmélőinek, akiknek egy tág és nyújtott fiatal koruk van, gyerekkoruktól, az, hogy erőszakos ideológia vezérelt rendszerek jönnek és mennek, és ezek nek ugye mindig áldozatai vannak, azaz nem egy konkrét ideológia, hanem maga a mozgó és ellen és agresszív és ugye mindig negatív kontextusba föltűnő történelem létezése az ő élményük, ami az ember defenzívába kényszeríti. A 60-as évek eszmélőinek az alapélménye, ami a komplett 60-as évek, most mindenki mondhatja, hogy mi minden történt a 60-as években, ide egy nagy kérdőjelet rajzolnék, mert ezt az élményt és az ebből generálható etoszt is a filmek kétféleképpen határozzák meg, ugyanis két filmcsokor, időben is elkülönül filmcsokor létezik arra vonatkozóan, hogy mit is éltek meg, és milyen etoszt formáltak belőle a 60-as évek fiataljai. Egyrészt öreg apák nemzedéke mozi darabok már a 60-as években, ahogy gyámkodva megmondják, hogy milyenek is a fiatalok. Ezek általában valójában a 40-es évek eszmélői, mint rendezők, tehát igazi nékoszt megélt káderrendezők, akiknek ilyenfajta reflexióik vannak. Másik pedig, amikor már filmrendező korba jutnak maguk a 60-as évek eszmélői, és egyfajta filmcsinálói kompetenciák is megvan, akkor a 80-as években elkezdenek emlékezni magukra, az ő 60-as éveknek. A kétféle interpretációnak vannak fedései, és vannak ordító különbségei értelemszerűen. Tehát ez a, bocsánat, és közelebb vettem, ez a két lehetőség, ugye hoz egy ilyenfajta hasat, etoszt ebben az esetben. A nemzedéki beszédnek vannak előzményei, no, az előbb azzal kezdtem, hogy volt olyan időszak, amikor a nemzedéki beszéd mint olyan tilalmas volt, tehát egy olyan filmes időszakban, amikor osztályról volt szabad gondolkodni, illetve egyfajta osztály meghatározott társadalom képbe ez a nemzedékiség nem került bele, de ugye az 50-es évek a mésztálinista időszak vadtermelési mozidarabjaiban és vígjátékaiban is fölbukkan maga a generációs gondolkodás, mint valami negatív. Ebben a kis képecskében az látható, hogy az Ifjú szívvel című 52-es Keleti Márton rendezte mozidarabban egy ipari tanuló iskola klub délutánján a népi táncos fiatalok a maguk népviseleti ruhájában letáncolják a jampecokat a színpadról, tehát a nemzedék tudatos fiatalok, mint egy az osztály tudatos fiataloktól vereséget szenvednek egyfajta vizuálisan is megerősítve egy megfelelő allegorikus képben. No, de menjünk most már, csak hogy gyorsítsak magukhoz, ahhoz a bizonyos három nemzedékhez, amiről én beszélni szeretnék gyorsan. Ugye a 40-es évek eszmélői, emlékeztetőről odaírtam zárójelben, hogy mi jellemzi főképpen őket, akkor mesélnek magukról, amikor már meghasonlottak, tehát keserű dolgokról számolnak be az ő 60-as évek, vagy úgy, hogy áldozataik lettek ilyen-olyan
szektánságnak, doktrínerségnek, túlkapásoknak, vagy úgy, hogy nem áldozatai, hanem végrehajtói, vagy úgy, hogy áldozatai és végrehajtói egyszerre, tehát ennek ugye minden létező variációját ismerjük. Ezen kívül ők maguk valamilyen új inputot, lelkesítő hatást kaptak magában a korai, kádárkori konszolidációban, ami egy érték számukra. Ezek jellegzetes, hogy írom, bizonyos értelemben narcisztikus számvetés filmek. Amikor ilyen filmekre gondolunk, bár ez a kép Makkároly Megszállottak című filmjéből való, de ugye ugyanúgy mutogathatnám a Herskó Zöldárját, mutathatnám a Kovács András több filmjét is, de mondjuk nem akartam mondani a címet. Mindegy, a lényeg az, hogy ide egy cigaretta füstben fomlokát ráncoló, meglazított nyakkendőjű fontos embert kell elképzelni, aki emlékezik. Leginkább ilyet kell elképzelni, vagy természetesen egy kosztümös filmet, mondjuk az Angivera című, tehát ami akkor játszódik, akkor ugye nem kell párhuzamos szerkezetet hozzá gondolni, de így vagy úgy mindenképpen ez a bizonyos számvetéses helyzet a fontos. Vannak itt emblematikus filmek, több is eszembe jutott, vagy ez most beugrik, kár, hogy nincs hozzá egy 8-10 tételes listám, annyi kellene, tehát mondjuk a Proféta voltál szívem, de sem mozib darabok címeit mondhatom, amiket nem biztos, hogy itt különösen fiatal hallgatók láttak. Tovább menve, az 50-es évek eszmélői az a legbonyolultabb kategória, mert hogy ez a kategória ugye az, amelyik leginkább tetszik a kor kulturpolitikai irányításának, nem azért, mint hogyha a másik az mint igazi káder nemzedék nem simulna bele jobban a nomenklatúrába, hanem azért, mert ez valóban szolgálja a konszolidációt. Ez ugyanis tágítja, mondhatni a kohorsz felé tágítja a generáció kalmát. Mindenki belefér, még azok is, akik nem annyira fiatalok, és akiknek valójában nem az 50-es évek eszmélői élménye van, nem az az élménye, hogy a történelem csak arra jó, hogy defenzívába vonuljunk a kisvilágba. A 60-as évek Szabó István trilógia egy szép filmjei, azok tulajdonképpen mind gyönyörűen ide tartoznak, de egészen furcsa módon nem illik őt és az ő filmjeit feltétlenül ilyenekkel párosítani, mondok egy címet, mint a Kár a benzinér. Tehát az a típusú jellegzetes 60-as évek társaság vígjáték, aminek kabaré hagyománya van, és aminek a fő-fő üzenete, teljesen mindegy, miről szól adott vígjáték, az, hogy mi együtt vagyunk, és szeressük egymást. És az egyetlen biztos pont az, hogy jönnek a forradalmak, háborúk, mennek különböző ilyen ideológiák, de a pesti kispolgár az úgy rendben van, és ez a fajta defenzív viszony, akár vígjátéki, akár szomorú játéki fordulatot vesz, ez ugye ennek a generációnak egyfajta igazi etosz lényege. Most egyfajta etosz összefoglalót még Szabó Istvántól veszek, ez konkrétan a Szerelmes filmből van. Ígérd meg, hogy nem mész oda, ahol tömeg van. Én csak azt mondom, kisfiam, hogy kiszolgáltatottnak lenni. Én mindig az voltam. 44-ben is, most is az vagyok. Nem tőled függ, és tőlem se, hogy életben maradsz-e. Akkor még könnyen bírtam, fiatal voltam. De ma már nem tudok aludni sem, kisfiam. Mindenütt vigyázni kell, hidd el nekem. Csinálj, amit akarsz, kisfiam, de félelmet ne okoz senkinek. Nekem se kérlek, erre vigyázz. Csak ne okoz félelmet soha. Tehát az a állításom, hogy ezt a bizonyos kisvilág kultuszos mozit vígjátékig, szomorú játék változatban szintén több tucatnyi, de inkább fél száz magyar film kínálja, természetesen jobb és rosszabb és remek mű minőségben és hitelesen magyarul a 60-as, 70-es évek elsősorban filmtermésében, kevésbé a 80-as évek filmtermésében. Nem tudom, ki tudja felismeri fel, hogy
mi az a bizonyos kis ovális kép ott a alsó csücsökben, egy nővel és két férfivel a szélén, az ugye az Kotár Péter Megáll az időjéből való filmecske, vagy képecske. Ott hirtelen mindenki átmegy 50-es évek eszmélőjébe, tehát annak, akinek elege van az ideológiából. Noha ugye ezek 56-os harcosok voltak, tehát aki a forradalom után az egyik börtönbe került, a másik barátja külföldre emigrált, illetve az akkori szóval disszidált, és amikor hazajöttek, akkor rám, vagy hazajött, akkor rám ott találja a feleségét az ő barátja új feleség, illetve új férje mellett, de ők mégis hárman együtt vannak, egy igazi kisvilági énekbe el ünneplik a szilvesztert, bizonyos szélről, történelmi szélről énekelnek, amiben meg kell állni, és ott jól összekapaszkodni. Ez a bizonyos összekapaszkodás, ennek a kisvilág etosznak a lényege. A másik felső kép az szintén Szabó filmből, a 70-es évekből, a Tűzoltó utca 25-ből való. Ugye ez egy ház története, ez mindig egy kollektív hősös dolog, tehát a 50-es évek ezt még mindig így együtt vannak, és csak az a fontos, hogy az előtérben álló, ugye Szabó István alter ego, Bálint András, az mint egy összefogja ezt a kört, ő valóban ugye kora miatt is érzékeny fiatalként az 50-es évek eszmélyű ebben a formában. Gyorsan ugorjunk tovább, most már 60-as évekig. A 60-as évek eszmélője, mint mondom, az kétféleképpen interpretálható, az apák reményei, hogy ezek ilyenek. Olyanok leginkább, mint ők voltak akkor, amikor még ugye fiatalok voltak, tehát a 40-es évek eszmélő idején. Társadalmiasak, társadalom kultuszosak, radikális cselekvők, és ezek a fontos értékek hozzájuk tartoznak, úgy, mint tisztaság, ártatlanság, szigorúság, szabadság, radikális cselekvés. Ha most így végigmegyünk, hogy melyikhez mi tartozik, például a tisztaság, ártatlanságnál ott az a felső képen Bacsó Péternek a Nyáron egyszerű című filméből látható az ovális képecske, alatta pedig azok az esetek, amikor a tisztaság még nem mint generációs, hogy is mondjam, csak etosz kritérium volt divatban, ez inkább a 60-as évek első fele, ott a 40-es évek eszmélője, tehát a meghasonlott káder kap újra erőre attól, hogy találkozik egy fiatal értelemszerűen lánnyal, nővel, és ez valamilyen módon megihleti őt. Egyáltalán ez a középkorú férfi és fiatal lány, hogy is mondjam, csak nemzetközi filmes divat a 60-as évek első felében, tehát számos klasszikus példát tudnánk erre a bizonyos női erkölcsi indikátor szerepre találni ebből az időszakból. Ha tovább megyek, akkor itt a második, hogy is mondjam, ifjúság kritériumot, már filmben tételezett ifjúság kritériumot találom, hangsúlyozom és ismétlem, ezt az öreg rendezők, az apák képzelik az ő fiaikról, vagy szeretnék, hogyha így lenne, például szeretnék, ha lenne nekik szigorú leleplező tekintete. Ez a szigorú leleplező tekintet, ez megint Bacsó Nyára hegyen című filmjéből való, tehát a lány, aki kezében ott egy távcsövet tart, az egyenesen az apját leplezi le, hogy az egy internáló tábor parancsnoka volt az 50-es években. Ezelől a szigorú leleplező tekintet elől aztán nem lehet menekülni. Teli van a világfilm ugyanebben az időszakban szintén szigorú leleplező tekintetekkel. Nyilván ezeket a filmtörténetben kicsit is jártas jelenlévők könnyedén felismerik, tehát Cibulszkitól a Kés a vízben szigorúságát a Lengyel új hullámig, a Free Cinemáig, tehát a hosszú távfutó magányosságáig, vagy
vagy egyenesen Brandót a rakpartomból. Tehát ezek mind fiatalok, akik mind öregeket lepleznek le. A harmadik ilyen, hogy is mondjam, kategória volna a szabadság. Itt rövidre fognám, azt mondja, hogy amerikai és európai az egyik helyváltoztató, a másik pedig ugye egyfajta non-konform életmódot jelent. A non-konform életmódra is volna egy jó kis mozgóképes példám a Mészáros Márta Szép lányok ne sírjatokjában, amit ott az első ovális keretben látunk, az onnan való, de inkább meghagyom egy ilyen állóképnek. Az bizony egy valódi házfoglalás képe a 60-as évek végén, tehát messze benne a mélyen a puha diktatúrában, minden valószínűség nélkül, bár jön egy zavart rendőr a végén, de az egész mégiscsak egész jól sül el. Tehát egy non-konform életmódot sugal. A másik az az amerikaias, tehát ami a James Dean-es 50-es éveket, meg a Kerouac-os időket idézni, abból sokkal több van, tehát a helyváltoztatás, a mozgás, a Balaton és autostop szabadsága, ugye a kis képecske az a szerelmes biciklistákból való, megint a 60-as évek közepéről. Na most, ugye itt nagyon sok mindent kell csinálni egy ilyenfajta atyai filmrendezőnek, hogy ezt a dolgot kezelni tudja, tehát egyrészt a határ zártságát is valahogy felettetnie kell a magának az ország területének szűkösségét, Amerikához képest felettetnie kell, de ugye például egy jó képpel, tehát a Szerelmes biciklisták ebből a szempontból egy jó film, ez kifejezetten működni tud. Ugye a Fejlővés című film, amiben az a Kovács Katinak ifjúkori képe van ott a sarokban, az ezt a dolgot problematizálja. Aki ezt a filmet lát, tudja, hogy ott a diszidálás és a öngyilkosság ugyanaz a kategória, tehát ugye az egyik fiú öngyilkos, tehát utána a lány és a másik fiú elindul a határ felé. Ugye ezt a generációs filmet ennek megfelelően valami igazi tragikus szomorúság körül, egy igazi, hogy is mondjam, csak kakukktojás film ebből az időszakból, ebből a szempontból. És nézzük meg, hogy még benne van az alternatív játék is, hogy összehasonlítja egy nyugati fiatal, egy korabeli nyugati fiatal és egy korabeli magyar fiatal esélyeit ebből a szempontból, egyfajta legint csak epizód allegóriában. A határ felé autósok találkoznak egy osztrák rendszámú autóval. Mi van, megijedtetek? Láthatóan ugye a veszély és a reménytelenség fenyegetése ott van, tehát amit az egyiknek szabad az ő nyitott autójukkal, a másiknak a zárt autójával nem szabad. Noha volt egy illúzió teli pillanat, amikor úgy érezték, hogy tulajdonképpen ugyanabban a hangulati közegben mozognak. A dolog ennyiben érdekes. Ott a csücsökben a rabruhás Oszter Sándor, az pedig ugye a Kitörés című filmből való, meg szintén egy diszidálás utáni a beszélő helyzet. Más kérdés, hogy a diszidálás egyfajta prelúdium a filmnek, tehát nem a végső probléma, hanem a film címéből is kiindulva egy kitörési kísérlet, ami nem sikerül, de utána jöhet új kísérlet, tehát ennek megfelelően tud az ország elhagyásának, hogy is mondjam, csak a generáció és etosszal ellentmondó törvényi tiltására reflektálni ebben az időben már magyar rendező. Tovább menve még egy ilyen fontos generáció, talán legfontosabb, ez a bizonyos radikális cselekvés kultusz.
ami itt hangsúlyozom, ez egy paradoxon, mert egyszerre cenzúra provokáló, másrészt ugye mégiscsak egy javasolt olyan érték, amit lelkesen akarnának mutatni filmcsinálók, és különböző körben font lehetőségeik adódnak erre. Na most abba néhány táblácskába körülbelül beleírtam, hogy külföldön és belföldön milyen információs hatások léteznek, amelyeket valamilyen módon a 60-as évek végén, mert most már ott vagyunk, abszorbálni kell ezekben a filmekben. Ha megnézzük meg a Kitörés című filmet, ugye érdekes, hogy hogyan, ez rossz szó, szublimálja, de alakítja át mondjuk Bacsó Péter. Elment egy idegen országba, amit nem is ismert. Tudja, ha én bemennék a gyárba, meg akarnék változtatni egy gépet, az egy csomó mindent kéne ismernem hozzá. A világ azt hiszem egy kicsivel bonyolultabb, mint egy gép. Szintén a prakticizmus. A forradalmat mindig egy erős akaratú kisebbség kezdi el. Olyan emberek, akiket jobban izgat a jövő annál, ami van. És maga is ehhez az erős akaratú kisebbséghez tartozik? Szeretnék. Ez a helyzet még érdekesebb, ugyancsak ebből a filmből. Mi? Elnézést, főnök, agyamra megy ez a nagykövet. Milyen nagykövet? Hát, akit betettünk a kukába. Folyton ott sír, imádkozik és fenyeget. És a spenótot megette? Skót viszkit szeretne, a magyar utálja. Hiába fobiáztam neki. Tudod, ez a te ötleted volt, utasítást kérek. Hát a kukából minden esetre ki kell venni. Mégiscsak egy nagykövet is nem ülhet úgy ott. De hát hova tegyük? Nincs egy hajókoffer? De öreg, nincs véletlen egy hajókoffered? Micsoda? Hajókoffer. A feltételeinket teljesítettél? Még semmi mozgás. Minden tanár a helyén van. Holnap szigorlat. Őrület. Egy nagykövet nem ér nekik ennyit. Le kell vágni egy hajtincset és elküldeni borítékba. Nem lehet. Teljesen kopasz. Akkor a bal fülét. Az talán segít. Értettük, főnök. Psz, az a pali figyel minket. Oszoljatok. Most tanuljunk, vagy ne tanuljunk? Inkább tanuljatok. Szevasztok. Vettél ma az jegyet? Te. Mi van azzal a nagykövettel? Ó, te hólyag! Ezek csak nosztalgiák. Szevasz! Hát tudjuk természetesen a nosztalgiát, másképpen használták a szót abban az időszakban, úgyis ezek csak szánalmas vágyakozások, tehát amit pesti bölcsészek játszanak el. Érdekes Bacsó viszonya hozzá, hogy ez egy távolságtartó reflexió-e, vagy pedig egy igenlő, vagy ő is a vágyakozók közé tartozik ebben a vonatkozásban. Ugye az a kék nyíl ott a balcsücsökben, pont oda, ahol a 60-as évek végi nagykövet rablások divatja, vagy hogy is mondjam, kultusz, ahogy eljut a korabeli magyar, jól értesült magyar egyetemistáknak egy köréhez legalábbis. Nem akarnám most már húzni az időt, mert nagyon messze vezetni, hogy hova jutunk így a 60-as évek, 80-as évek emlékezők történeteivel. Ugye vannak olyan filmek, ott föl a Sípoló macska kőből látunk kis ovális képecskét, amelyik azt mutatná, hogy bizony ugye még a Gazdag Gyulánál, vagy a Elveszett illúziókban fontos az, hogy van egy kezdeti erőlködése, próbálkozása a hősnek, hogy ő igenis ezen a bizonyos aktivista modell szerint, etosz szerint valósítja meg a generációs lényeget, és aztán csalódik, és utána pedig egyfajta eszképistára vált, jelező, hogy csalódott mind a 50-es, mind a 40-es évek, mind a passzív, a történelemhez képest, a történelem viszonylag passzív, mind az aktív hozzáállásokban. Másrészt viszont eljutunk aztán nagyon hamar, mondjuk András Ferenchez, Kotárhoz, tovább is jutunk, tehát Bereményihez, de tehát azokhoz, amelyek abból indulnak ki, hogy abóvó ez a generáció soha nem volt aktív, soha nem volt lényegét tekintve, az etoszát tekintve, az és az élményei alapján egyfajta történelemformáló ambíciója, fogta magát és rögtön menekülni akart. Gyorsan kommentálnék, erre mutatok két példát, utána kezdjük a vitát. Tehát ez a bizonyos
nézzünk meg egy ilyen képecskét, a hős és a lányos apa dialógusát a szerelmes biciklistákból. Itt egy 40-es évek eszmélője fog beszélgetni. Mulatságosat mondtad? Pokolian. Miért valami disznóságot csinálnak, rögtön a szabadságot emlegetik. Tekints reánk, tekints szabadság, ismerd meg mostan népedet. Midőn más könnyet sem mer adni, mi vérrel áldozunk neked. De kinek kell a mi vérünk? Különben köszönöm az intelmeket egy nemzedék nevében. Elmehetek, uram? Bocsássa meg, nem akartam kioktatni. Vetró Sándor, tanár. Szegér András, tanár. Így képzelte a generációs találkozást, tehát a 40-es évek eszmélőjének idolja, ahogy találkozik a 60-as évek eszmélőjének idolja, tehát egy nagyszerű klassz fiatallal. De szóval, hogy képzeli ezt a 80-as, ugyanezt a találkozást egy 80-as években erre a dologra reflektáló, tehát magyarul a fiatal ember nemzedékéhez tartozó, visszaemlékező filmrendező. Téged is tanít a feleségem. Nem, hála Istennek. Nem is ismered? De, nagyon is. Ő a malacpofa. Ne igyál már. Te mit gondolsz róla? Azt, amit te. Szegény Évi. Ne sajnáld, megérdemli, ha már ilyen hülye. Maga nem tudhatja, hogy milyen volt ő régen. Hát azt nem. Csak hát nagyon meghurcoltak minket, tudod? Tudom, a börtön. Ki mondta, hogy ült? Hát nem ült, pedig szoktak. Ő nem. Őt csak kirúgták mindenhonnan. Segédmunkás volt a nehéz időkben, mi? A lényeg az, hogy ő legalább dolgozik valamit. Akkor jó. Tudod, mit szokott mondani? Hogy ezek a fiatalok itt kijavítják majd, amit mi elrontottunk. Ezt találta ki magának most. Ez a legújabb. Szerinted mi van velem? Te is úgy gondolod magatokról, hogy ti itt most feltaláltok valamit? Tényleg nem tudtad? Bandi, ennyire nem mond neked semmit a Lívia? Akkor te most azt hiszed, hogy ez itt csak egy házi buli, mi? Hát mi, ha nem az? Nem vetted észre, hogy ott az egyik szobában csak falból őrjöngenek? Közben bent valami folyik. Mi? Tehát ugyanaz a két generáció idoljai beszélgetnek, az egyik generáció nem, hogy kezet nyújt a másik, hanem hülyére veszi. Sőt, úgy veszi hülyére, hogy ráadásul úgy csinál, mintha kezet nyújtana, és még azt is tudja, hogy mit gondol az illető róla, tehát tulajdonképpen azokat a gondolatokat tudja, amit Mészáros Márta, Bacsó Péter, Kovács András, Herskó János, stb. Gondolt róluk, mint hogyha ezeket a filmeket ő látta volna akkor kamaszként, okos tinédzserként, és teli szájjal kacagott volna rajtuk, tehát, mert mindaz nem igaz, amit azok a filmek róluk ábrázoltak. Tehát ez a kép, úgy vélem, egyfajta leleplező dialógusban van a komplet 60-as évek beli, 60-as évek eszmélőire vonatkozó filmes reflexióra, de egyébként azért azoknak, akik esetleg valamennyire fel tudják idézni, hogy jobban jártassak a korabeli filmtörténetben, még dialógusban van az akkor nagyon nagy számban készülő 50-es évek, vagyis mondjam, a filmkorpusza, ami állandóan az 50-es éveket idézte, a 80-as évek elején, amikor Megáll az idő készült. Tehát akkor ezek a rendezők ugyanis saját 50-es évek emlékeit tették le sorra az asztalra. Nagyon kínos az a mondat, amikor azt mondja, hogy nem ült, pedig szoktak. Mint hogyha oldalt is üzenne, tehát nem csak visszafelé az időbe. Jó, sokkal több mindent mondanék, de nem tettem, mert azt hiszem, hogy tényleg elveszem a terepet a többiektől. Köszönjük szépen egyáltalán, szerintem nagyon, nagyon informatív volt, és nagyon plasztikus, tehát hogy hogyan a film, mint egy ilyen kulturális hordozó, tulajdonképpen hogyan alakítja ki részben, hogy ez az évtizedekhez is kapcsolódik, tehát ez kicsit a korszakolás problémája is.
De tulajdonképpen most már szerintem a hallgatóság rá is ébredhetett, hogy az egyik ilyen célunk az az volt, hogy a generáció szó, amit nagyon magától értetődőnek tűnik, azt megpróbáljuk lehetőleg összezagyválni mindenkinek a fejében, és megpróbáljunk egy termékeny káoszt létrehozni. De tulajdonképpen egy kicsit kilépve ebből a történeti metszetből, azért mondom a Van című film kapcsán, hogy kialakult ez ugye jelenbeli, és ezt nagyon jól lehet ellenpontozni tulajdonképpen a Tibornak a példáival, mert azért mindig még van valamiféle aktivitás. És hogyha akarnék egy zenei példát hozzárendelni, talán lehet, hogy kicsit túl egyszerű, de hogy ez az Illés együttesnél feltűnik, ez a nem akarok állni, ha futnak a percek, tehát ami benne van ez a fajta ilyen cselekvési vágy, hogy valamilyen elképzelt valamilyen szeretnék csatlakozni, az olyan 80-as évek második felé, most pontosan nem tudnám megmondani, 87-88 környéken az akkori Kézi Chopin együttesnél megfordult, és az volt, hogy nem akarok futni, ha állnak a percek, ami ugye erre volt egy ilyen reflexió, csak nem találtam meg sajnos ezt a számot, mert már csak kazettám van meg, és nincsen hozzá kulturális hordozó, ami meg tudtam volna ezt hallgatni. Szóval ez lenne tulajdonképpen egy picit a kérdés, ami, és akkor most elsősorban egy picit így hozzuk vissza a jelen felé ezt a problémát, hogy az, ami a Van című film kapcsán ugye felmerült, tehát ez a fajta ilyen tétovaság, céltalanság, kicsit ilyen, tehát amikor nem tudja, hogy az egyetem után elindítani az életét, jól lehet az ELTE filmemért és filmtörténet szakán végzett. Szóval, hogy tulajdonképpen ebben van ez már a 80-as években is kicsit ilyen érezhető, és aztán a 90-es évektől is felerősödő, hogy a fiataloknak sokszor úgy érzik, hogy nincsen hova lépni, nem tudnak hova előrelépni, nincsenek tulajdonképpen perspektívák, vagy nincsen cél, ami felé lépnének. És amikor ez a film, mondom, kijött és elkezdődött ez a diszkuszió róla, akkor nekem eszembe jutott még a 90-es évek elejéről egy szerintem jóval kevésbé ismert film, Reich Péternek egy tulajdonképpen majd, hogy nem kísérleti filmje volt, aminek az volt a cím, hogy Rám csaj még nem volt ilyen hatással, ami hát azon kívül, hogy egy lányról szólt, akit a Maruzsán Erika jelenített meg benne, azon kívül nagyjából nagyon hasonló jelenetek ismétlődnek benne, hogy akkor menjünk át a Holdba, a Hold zárva van, akkor menjünk át egy másik, akkor menjünk el koncertre, és a többi, és a többi. És tulajdonképpen ez lenne a kiinduló pont, hogy itt valami azért nagyon erősen megváltozik, és ennek természetesen, és amikor ezekről a filmekről beszélünk, akkor mindig, hogy van egy atmoszférája. Most ez generációs vagy nem, azt most szerintem egyelőre még hagyjuk nyitva, mert ez szerintem egy nagyon jó vitapont lehetne. De hogyha igaz, vagy amennyiben feltesszük, hogy kifejezi mondjuk egy nemzedéknek, bármit is jelentsen ez, most már végképp nem tudjuk, hogy mit jelent, de ha tegyük fel, hogy tudjuk, akkor tulajdonképpen egy ilyen film ki tud-e valamit fejezni, szóval egy ilyen társadalmi problémát meg tud-e ilyen, hogy mondjam, a maga sűrít, tehát módján ki tud-e fejezni egy ilyen film, illetve hogy ennek vannak-e tulajdonképpen, szerintem kétfelé lehet választani még a kérdést, egy kicsit pontosítsam és értelmesebben tegyem fel, hogy azért ugye a pszichológia is foglalkozik generációval, illetve ezt a megint nagyon magyarul, nagyon jól hangzó kapunyítási pánik fogalmat szokták használni. Ez lenne az első kérdésem, tehát ez mondjuk a filmhez, mint olyanhoz esetleg kapcsolható-e, az első kérdés. És a másik pedig tulajdonképpen megint egy messzebbre vezető, szóval nagyon fontos kérdés, hogy itt ugyan voltak férfi és női példák a Tibor kis prezentációjában, de akár a Vanban, vagy akár a Rámcsajban, tulajdonképpen ez mindig férfiak közül zajlik. Tehát, hogy mindig a férfiak szempontjából látjuk a nőket, a férfiak szempontjából látjuk a világot, és a férfiak szempontjából fiatal értelmiségi budapesti férfiak szempontjából értelmeződik tulajdonképpen a világ. Szóval, hogy ez mondjuk te hogy látod egyrészt, mondom ezt a pszichológiai részét, illetve ezt a kicsit ilyen gender szempontból. Na most azt kérdezed, hogy a kapunyítási pánik megjelenik-e ebbe a filmben? Jó, oké. Akkor egy kicsit messzebbről indítok, és onnan, hogy egyáltalán a pszichológia mit gondol erről a generációzásról. Mert ugye hagyományosan így a mainstream pszichológia az természeténél fogva elég individuális szemléletű, tehát egyéni problémákra egyéni megoldásokat nyújt, és nincs ez másként. Tehát az ilyen típusú egyéni szenvedésekkel is, amikkel mondjuk hozzám jönnek a fiatalok. Én fiatal felnőttekkel foglalkozom egyéni és csoportos tanácsadásban. Ők beszámolnak erről a nagyon erős szorongásról, a döntésképtelenségről, amit most kapunyítási pániknak nevezünk. És rögtön válaszolok is a második kérdésre, a gender vonatkozásra, hogy mind fiú, mind lány klienseim azonosulnak ezzel a filmmel. Tehát, hogy a
lehet arról vitatkozni, hogy egyébként ez férfi nézőpontból készül-e vagy sem. Szerintem egyébként elég gender semleges problémákat és szorongásokat vet fel ahhoz, hogy tudjanak ezzel azonosulni mind a férfi, mind a női kliensek. Na de, tehát hogy hagyományosan mondjuk a pszichológiának egy ilyen pszichofejlődési modellje, ami azt mondja, hogy milyenek a fiatalok, milyen nehézségekkel küzdenek, az egy individuális modell. Tehát ez a legalapvetőbb szemlélet, amit az egyetemen tanulunk, az Erik Erikson elmélete, az azt mondja, hogy a kamaszkor az egy szakasz, akkor az identitás problémáját oldják meg a fiatalok, aztán a kora 20-as évek feladata az intimitás megteremtése, és a 30-as évektől jön a generativitás, amikor mindenki boldog és tevékeny az életében. És ez egy ilyen teljesen társadalmi kontextustól független szemlélet. Na, a 90-es évek 2000-es elején elkezdték módosítani ezt a modellt, és jött egy Jeffrey Arnett nevű szakember, aki azt mondta, hogy oké, most már talán annyiban módosult, és ennyiben már figyelembe vette a társadalmi valóságot, hogy most már kinőtt az első gyerekvállalás éve, tehát kitolódott az első gyerekvállalás életkora, kitolódott az első házasság életkora, és radikálisan megnőtt a felsőoktatásban tanulók száma. Tehát azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen megjelent egy új életszakasz, ugye ezt a pszichológia emerging adulthoodnak, készülődő felnőttségnek, a szociológia talán inkább ilyen post-adolescens szakasznak hívja. És felhívom rá figyelmet, hogy itt ugyan az egyetemista ifjúságról beszélnek, de erről is tulajdonképpen egy általános megfogalmazást tesznek, mint a fiatalok fejlődési modelljéről. És ami még szerintem ebben a szemléletben külön kiemelendő, hogy ezt az életszakaszt hihetetlenül pozitívan írja le ez a Jeffrey Arnett, aki a maga 40-es éveiben bizonyára némi nosztalgiával gondol vissza a 20-as évek vad kalandjaira, tehát hogy ő ezt az identitáskeresés felhőtlen szakaszának tartja, intézményesített moratóriumnak hívja, ami alatt azt érti, hogy ott az egyetem szabad évei, és mindenki kalandozhat az identitások és az elköteleződések terén. És a 2000-es évek elején lesz egy újságíró páros, Robbins és Wilner, aki megalkotja ezt a kapunyítási pánik fogalmat. Ők ugye angolul quarter life crisisnak nevezik, ami az eredeti kapuzárási pánik, a midlife crisis-szal való játék, és ők mondják azt, hogy hát amúgy ebbe a mai gazdasági valóságban ez egyáltalán nem egy ilyen felhőtlen időszak. És ez így szép lassan kezdett a pszichológiába is átcsorogni ez a fogalom, de jegyzem meg, hogy egyébként így a kutatások területén még mindig nagyon kevéssé használt és vizsgált jelenség ez. De minden esetre még most is, amikor a pszichológia mondjuk generációzásról beszél, vagy Y-generációról, vagy kapunyítási pánikról, akkor mindig a középosztálynak a szorongásai, döntésképtenségeit, tehát jellemzően az egyetemista korosztálynak a nehézségeit írja le. Ez az egyik, amit mondani szerettem volna, és ezzel kapcsolódóan, hogy kik beszélnek erről a jelenségről, kik teremtik meg a diskurzust, az is jellemzően az idősebb generáció, aminek a diskurzusában megjelenik az ezek a mai fiatalok élménye. Tehát, hogy például, ahogy ezt az Y-generációt millennialsnek is hívják, egy másik elnevezése a Pán Péter generáció, tehát akik nagy arányban otthon laknak, ez Magyarországon is így van egyébként, Budapesten kevésbé, vidéken még inkább, hogy a szülőknél laknak a fiatalok, és nem ritkán jelenik meg a pszichológiai diskurzusokban az, hogy ezek nem akarnak leválni, ezek a mai fiatalok, mert hogy olyan kényelmes a mama hotel, mondják jellemzően azok a pszichológusok, akik nem reflektálnak arra a társadalmi valóságra, hogy vajon mennyire engedheti meg ma magának egy fiatal, hogy elköltözzön otthonról, és mondjuk egy ilyen típusú anyagi függés mennyire ad teret egy pszichológiai leválásra. És egyébként azt gondolom, hogy ez a jelenség nagyon megjelenik ebben, van valami furcsa filmben, én amikor ezzel a jelenséggel foglalkozom a fiatalokkal, akkor én használom, mint illusztrációt ezt a filmet, mert mindenkinek aha élményt
jelent. A szülőkkel való viszony, a barátokhoz való viszony, a párkapcsolathoz való viszony, ahogy megjelenik ebben a filmben, annak ellenére, hogy hát valahol ez egy antihős ez az Áron, tehát hogy eleinte még úgy azonosulunk vele, hogy hát olyan kis setlőbotló, meg olyan helyes, és így egyre idegesítőbbé válik a végére, hogy így szedd már össze magad, csinálj már valamit, és nem is nyújt ebben a film egyébként feloldást. Köszönjük. Még hogyha még egy, ami nagyon jól kapcsolódik ide ebből a Rámcsaj, még nem volt, még nem volt ilyen hatása a című filmben, hanem ez az ilyen antihős, meg ez ilyen teszetosza, ezért talán az egyik legjobb példa az, amikor a nagyon hosszú idő után a várva várt, vagy nagyon vágyott randevú összejön, akkor csak felmennek a lakásba, és akkor leülnek egy ilyen látható a budapesti albérleti konyhában, vagy budai pontosan a konyhában, és akkor az abszolút én, hogy megkérdezi a lánytól, hogy kér disznósajtot. Ez volt az a pont, amit tűnünk, hogy a közönség felé azt gondolta, hogy atya úristen. Tehát az ilyen antihőség, tehát, hogy mennyire talált el mondjuk annak a lánynak általában az ízlését, az még elég jól reprezentál, szerintem ez a kérdés. Na, de egy kicsit még visszakanyarodva a filmhöz, vagy általában a film által felvetett problémákra, hogy azt mondod, hogy akkor tulajdonképpen a te pácienseid ilyen értelemben, akár férfiak, akár nők azonosulnak ezzel. Tehát ilyen értelemben most akkor nézek így mindkettőtökre, hogy akár szociológusként, akár filmtörténészként, hogy ilyen értelemben, mondjuk a filmben ez a... Tehát azért nyilván nem jelentéktelen, hogy milyen pozíciót jelenít meg, vagy kivel azonosulunk egy filmben, de hogy akkor ez, erre lehet mondani valamilyen általános ilyen, hogy akkor, hogy férfi vagy nő jelenít meg, vagy hogy mondjuk milyen arányban jelennek meg, már most nem így, hogy kiszámoljuk, hogy százalékos arányban, hanem így inkább ilyen előfordulás, vagy ilyen tendencia szintjén, hogy a hős, aki mondjuk egy nemzedéki valamit megjelenít, az férfi vagy nő. Fontos ez? Így. Ha a feminista filmelmélet ide vonatkozó könyvtárnyi irodalmát tudnám idézni, amit nem tudok, akkor ugye sűrűn hivatkoznék erre a bizonyos male gaze kategóriára, tehát amióta 110 éve film létezik, azóta ugye az operatőrök férfi tekintetet szimulálnak minden esetben, mondják ezen nem is kritikusok, hanem teoretikusok. Másfelől természetesen ebből nem következik, hogy egy nemzedéki hős az nem lehet hősnő. Az én még így is hosszú, de nyilván csak töredéknyi összefoglalom, amikor az 50-es évek eszmélőről beszéltem, annak van egy olyan alfejezete, amelyik azt akarná bizonygatni, hogy azt a generációs etoszt, az kifejezetten női hősökkel lehet jól reprezentálni, hiszen ők eleve a hagyomány és a közhelyek szerint kisvilághoz kötődnek és defenzívek, és a történelmet ellenségnek jobban tudják tekinteni. Ennek megfelelően mondjuk ott az emblematikus film, hát ha látta valaki a Keleti Mártonnak ugyancsak a Butaságom története Rutkai Évával, vagy nem is a régen lehetett látni valamelyik csatornán, talán a Napokban a Mici néni két életét, vagy a Mi lesz veled Eszterkét, stb. Ezek jellegzetes 60-as évek női generációs filmek, amik eszemélő 50-es évek eszmélői etoszt női hősökkel akarják jelezni. Ezen kívül a nagy generációnak, tehát a 60-as évek eszmények is vannak feledhetetlen női hősei, tehát ugye én ott Mészáros Márta filmeket is idéztem, akinek hősnői vannak, tehát például ez a Szép lányok, ne sírjatok, annak hősnője van. Nyilván a Bacsó is szereti a hősnőket, generációs hősnőket, Kovács Kati által játszott figura feltétlen ilyen, és ugye talán az egy legfontosabb film, amiben szintén volt kép, de nem volt időm rá felhívni a figyelmet, a Herskónak a Szevasz Verája, tehát ezek generációs hősnők. Lehetne generációs hősnő, más kérdés, hogy ugye akkor a romantikától a bejáratott generációs hős az fiatal férfi szokott lenni. Ez egyszerűen időkérdése, meg rendező nőjé, aki úgy dönt, hogy áttöri ezt.
Jó, és még nem akarom ezt a kérdést lezárni, sőt szerintem, hogy folytathatjuk még tovább, de még egy nagyon fontos dolog, és ez így ugye a vitákban is felmerült most megint a Vannal kapcsolatban, és itt a Katus is kiemelte tulajdonképpen azt a szempontot, hogy itt megint arról van szó, hogy mondjuk így a középosztálybeli, vagy egyetemet végzett, vagy bárminek is nevezzük, felismernek, vagy magukra ismernek, de hát, hogy azért ennek van kontextusa, mármint, hogy általában nem feltétlenül a pszichológiában mondom, sőt azt mondtad is, hogy igazából nincs, de hogy azért van kontextusa, hogy azért mondom ezek általában Budapest, mármint most erről két filmről beszélek, amik ebben a 90-es, illetve 2000-es, vagy 2010-es éveket próbálják valahogyan megjeleníteni, hogy tulajdonképpen azért így a szociológiai szempontjában is meglehetősen problematikusnak tűnik, mert budapesti, megint értelmiségi, akkor ezt a férfit, ezt most zárójelbe teszem, de majd még szerintem visszatérünk rá, tehát hogy erről mondjuk ez hogy lehetne egy kicsit gonosz legyek, így szétbombázni egy picit a szociológia felé. Ne legyen el egyszerű a generáció. Csak... Köszönöm szépen a magas labdát. Hát amikor először láttam ezt a filmet, akkor valamilyen nagyon furán dühös lettem, és akkor elkövettem egy meglehetősen dühös posztot erről, és azt hiszem, hogy Zsolt egy kicsit erre is utal a kérdésével. Pontosan azon, hogy most akkor, de kicsit pontosítok, szóval, hogy azt hiszem, hogy nem is csak a filmen, vagy nem is elsősorban azon, ahogy a rendező dolgozik, vagy ahogy a film maga működik, hanem azon, ahogyan ezt tényleg generációs filmként azonosítjuk, és akkor azt a gonosz kérdést tettem föl, hogy oké, aki mi benne vagyunk ebbe, jobbára ilyen bölcsész, művészeti, tehát ilyen valamifajta ilyen artisztikus önkifejezéssel foglalkozó fiatalok így a fővárosban, vagy annak is a jobbára így a belső kerületeiben sörözve, bulizva, mi ezt értjük, és tök könnyen magunkra ismerünk. Én is olyannyira magamra ismertem, hogy iszletesen dühös lettem tőle, és mindig ez az ambivalens düh, ez fejeződött ki abban a posztban. De hogy mit mond ez ezen a körön kívül? És hogy tulajdonképpen, és ez nem a filmnek a hibája, tehát minden film nyilván vág. Úgy értem, hogy minden film fog egy főst, vagy fog valakiket, akikről valamit el akar mondani, és nem az a dolga a filmnek, hogy nem tudom én, ilyen reprezentatív mintákon, nem tudom, társadalmi tablókat jelenítsen meg mindenhol kiszámolva, vagy pontosan 17 másodperc van a nem tudom én, zsákfalvakban élő, nem tudom, szóval, hogy nem ez a feladata, persze, de hogy mégis annyira férfi, úgy érezte, hogy annyira férfi központú, és annyira budapesti, artisztikus fiú férfi központúvá csinálja meg az egészet, és akkor erre rámondjuk azt, hogy generáció, tulajdonképpen saját magunkra mondjuk, hogy mi vagyunk a generáció, de ebből tulajdonképpen csak azok hiányoznak, a nők, és mindenki, aki nem ezen a kicsi körön belül forog, hogy ez egy kicsit így torznak látszik, úgyhogy első körben ez jutott eszembe, illetve még egy kicsit kapcsolódva Katushoz, meg az előző kérdéshez, hogy én most nagyon nagy örömmel hallgattam, mert még Katus nem volt alkalmam hallani erről az elmélet történeti, eszme történeti leszármazás, hogy hogyan is születik meg a kaponyítási pániknak a fogalma, és hogy ezek az elméleti áramlatok hogyan vitatkoznak egymással. De ez nagyon meggyőző volt, illetve nagyon jól kapcsolódik ahhoz a fajta ilyen kritikai szociológiai hagyományhoz, ami azt mondja, hogy ami részben kritikai pszichológia, részben kritikai szociológiai hagyományhoz, ami persze egymás felé mutat. Tehát ami azt mondja, hogy ezek a pszichés problémák, mint hogy a filmbéli Áron, vagy bárki más így teszett osza, nem tudja magát elhatározni, nem tud semmiben sem dönteni, rendes mondatot nem tud végigmondani, hogy ezek nem az ő saját pszichés belső problémája, persze pontosabban ott jelennek meg, de hogy ez valahogyan tehát ezek inkorporált, belsővé tett külsődleges bizonytalanságok, és akkor hogy honnan jönnek ezek a külsődleges bizonytalanságok, akkor itt most nyilván nem kezdek el túlságosan hosszan, akarodnék erről túlságosan hosszan beszélni, de hogy ilyen kulcsfogalmak szintjén, tehát hogy ami prekarizálódásként, egészen biztos vagyok benne, hogy a különféle stúdiumokat hallgatók számára ismerős, tehát a munka és létbizonytalan helyzet a fiatalkorban is, ami a munkaerőpiacnak a flexibilizálásából következik. Szóval ez áron nem csak azért nyomi, mert hogy így született, és akkor hanem hogy,
hogy ezek a külső kondíciók, és ez a bizonytalan pozíció lesz az, ami az ő diszpozícióinak a bizonytalanságában kifejezésre jut, és így már azt hiszem, hogy rögtön jobban érthető is, hogy miért ennyire borzasztóan nyomi. Na, akkor elérkeztünk egy újabb terminus technikushoz, és akkor szerintem elérkezett a pillanat, hogy egy kicsit kinyissuk ezt a... Ja, bocsánat, akkor még a... Igen. Csak hogy miért nyomi még Áron, azt gondolom, hogy... és itt is nyilván, tehát hogy velem aztán nem fogunk vitatkozni arról, hogy a társadalom hat-e a pszichés valóságra, azt hiszem erről engem nem kell meggyőzni. De ami még szerintem fontos ebben a relációban, az egyrészt az, hogy az Áron vagy ez a középosztály egyetemistát végzett csoportnak a szorongásaihoz hozzátartozik az, hogy hogyan nőttek ők föl. Tehát, hogy a szüleink nevelési elvei, azok jelentősen különböztek az ő szüleik nevelési elveitől. Tehát, hogy szerencsére egy nagyon és jó esetben egy gyerekközpontú módon nőtt fel ez a generáció, Dr. Spock, a pszichológia általános térnyerése miatt is sokkal inkább elterjedt lett, hogy a gyerekeket arra neveljük, hogy ők mindenre képesek. Egyébként ez a saját valóságukból is leszármaztatott, tehát amit úgy értek, hogy a kemény munkának eredmény a vége. Tehát, hogyha keményen dolgozol, akkor fel fogsz tudni halmozni, akkor el fogsz érni sikereket az életben. Egyébként pedig te amúgy is a legcsodálatosabb lény vagy a világon, mindenkinél csodálatosabb, tehát neked aztán pláne sikerülni fog. Tehát, hogy ezzel jó esetben, ezzel a csomaggal érkezünk a világba, és találkozunk azzal a valósággal, hogy vajon mennyire lehet elhelyezkedni ma Magyarországon, vagy úgy általában a világban. Ez az egyik faktor, ami még szerintem a nyomiságot okozza. A másik faktor pedig, és ebbe a kapunyítási pánikba egy nagyon fontos jelenség, az a társas összehasonlítás. És hogy ennek a Facebook mekkora teret ad, hogy folyamatosan hasonlítgassuk magunkat az ott a barátaink által prezentált képhez, amiről pedig ugye azt szokták mondani, hogy senki nem néz ki olyan rosszul, mint az útlevél képén, és olyan jól, mint a Facebook profilján. De hát ezt hiába tudjuk, mégis azt nézzük, hogy basszus, Peti már állást kapott, Áginak már gyereke van, és én hol tartok az életben. Jó, kinyitnánk most a beszélgetést, lehet kérdezni akármelyik részhez tulajdonképpen, akár a filmes részhez, a szociológiai, vagy a pszichológiai részhez. Tudom, először mondjuk meg, hogy mi az, hogy generáció, hogyha már itt összezagyoljátok az egészet. Na, ilyen még nem volt. Tessék, azt mondom, adok egy mikrofont, vagy lemegyek oda. Ja, jó, akkor csak... Jó. Valóban lehet, hogy a saját eddigi vizsgálataim ott adják a korlátot. Én akkor merek generációs filmről beszélni, tehát nekem ezt jelenti a generációkkor, hogyha egy filmben meg tudom határozni, hogy az a bizonyos generációs etosz, ami azt a csoportot a film szerint jellemzi, tehát az a értékvilág, amilyen neki van, az mennyiben különbözik a többiektől. Tehát ha van más, mint mondjuk, tehát másképpen teszett osz a nyomi, mint mondjuk a Eldorádóban az a srác az aranytömbbe, aki nem tudja, hogyan kell fizetni, vagy megvenni a nagypapa életét, 56-ban, amikor lőnek odakint, vagy másképpen, mint a Dini a 80-as években, vagy pontosabban a 60-as években a gimnáziumban.
tehát és a Moszkva tér hőse nek az a világképe, amit utána megformál a rendszerváltás élményeiből, az egy más élménycsomag, mint mondjuk egy 60-as évek eszmélője élménycsomagja. Bocsánat, nem is az élménycsomag, az értékrend, értékvilág, tehát ez az etosz volna itt talán a lényeges. Tehát hogy ezek akkor tudnék generációs dobozokat felállítani. Tehát így csak azt tudom, hogy jönnek a fiatal rendezők, és hogyha elég érdekesnek tartják saját fiatalságukat, van bennük önreflexív hajlam, narcizmus is, és ráadásul egyfajta szerzői filmes attitűddel neveltetnek, tehát hogyha ezt bizonyos így jöttem játékot el kell játszaniuk, akkor megcsinálják a maguk így jöttem filmjét. A 60-as évek elején ez kötelező feladat volt, most pedig egy lehetőség, amennyiben nem rögtön a populáris mozival akarnak indítani. És mondjuk a Török Ferinél ez egy ilyen gesztus. Fontos film ettől még, csak engem például az érdekelne, igen, inkább visszakérdeznék, tehát a van és a közt, tehát milyen attitűdkülönbség van. Hát hogy ne? Tehát ezért mondom, hogy ha létezik ez a bizonyos kapunyítási pánik, akkor nekem itt a legfontosabb fogódzó, ez amit mondtál, ez a bizonyos, tehát az a jó szülői csomag, amit kaptak. Tehát ugye mi, hogy használjam magamra, hogy is vonatkoztat, ennyire jót azért nem kaptunk, mint a mi gyerekeink kaptak, tehát ennek megfelelően a mi kapunyítási pánikainknak szubjektív és a történelemtől függetlenül is másképpen kellene kinézni, de nem tudom, hogy ettől még generációkat tudunk-e azonosítani. Igen, meg hogyha itt azért van egy különbség, tehát az, hogy az 17-18 évesekkel zajlik ez a quarter life, ez pedig ugye inkább a 25 felettiekre, tehát akik már egyetemet végeztek, az a 7-8 év, vagy 6-7 év, vagy nem tudom függ mennyi, az ugye nagyon fontos 6-7 év. Itt mondjuk azzal a, tehát hogy egyébként ez nálam néhány éve idősebbekről szól a Moszkva tér, ezt sose éreztem generációs filmnek. Pontosan azért nem, mert azon kívül, hogy mit tett, nekem nem voltak mondjuk olyan barátaim, mint a Royal például, ez most nem ilyen izé, csak hogy tényleg nem voltak ilyenek. Ez nem jó vagy rossz, csak hogy az nyilvánatos függ, hogy milyen közegből jön az ember. És hogy ilyen értelemben az persze nagyon vicces, és hát persze őt szeretjük a legjobban a filmben, és ő a tuti, és a nem tudom mi, de hát végül utána az utolsó részben ugye elmondja azt is, hogy mit tudom én, azt hiszem Szegeden volt, és igen, hogy szétverték a szerbek a veséjét, vagy valami ilyesmi történt vele. Nekem speciális, még hasonló haverom se volt, de ez most megint nem jó vagy rossz, hanem ebből már kimarad ez a fajta nemzedék. Tehát ez már nagyon, nagyon szétszáll, az egy egyetemet végzett, nem tudom milyen társaságban, ez egy kicsit másképpen működik. Itt meg tulajdonképpen ugye van háttérként 1989, amihez nekik igazából nincs közük. Ez tök világosan kiderül, ugye, amikor nézik, ott van az elsummantott matek érettségére, mindenki emlékszik, meg a hamis jegy. Na most ez mind megvolt, de hogy ettől függetlenül ebből az értékvilágról, amit a Tibor is egy picit próbált ugye definiálni, ez azért, hogy önmagában kevés. Ez úgy kicsit ugyanaz, mint ugye a 80-as években születettek a kapcsolatban, unosuntalan felhozzák ezt a kacsameséket, tehát hogy 93-ban is már többen így bólogatnak. Tehát, hogy most, amikor az elsősöknek mondom mondjuk azt, hogy ez mi volt, akkor így visszakérdeznek, hogy miért mi volt az a kacsamesék, mert ők ugye 94-ben születtek. De hogy azért ebből ugye generációs narratívát én nem építenék fel, szóval ez túl kevés nekem ahhoz, hogy... De ez nem jelenti azt, hogy ez a vélemény, csak hogy én így látom a... Ehhez esetleg. Pontosan ugye ez jutott eszembe, hogy szerintem a Moszkva tér az inkább ilyen utalási pontok vannak benne, pont mint a Walt Disney megszakítása, ami miatt van egy ilyen aha élmény, míg a van pedig szerintem egy egész
ezt az egész etoszt vagy élményvilágot megjeleníti így teljes valójában, tehát hogy nem csak egy-egy utalásként, hanem azt az egész dilemmát, hogy milyen pályaidentitást válasszak, azt, ami érdekel, vagy most elmenjek egy multihoz dolgozni, hogy akkor hogyan lakjak, hogy a szüleimtől kapok-e még mindig pénzt, hogy a szüleimnek sincs pénze, és a hirtelen megvett portugál repjegy az a két havi fizetés, hogy a párkapcsolattal kapcsolatos utalások, hogy a baráti társasága, hogy ott számolgatja mindenki a pénzt az asztalnál, és összedobják a végén, és így sehogy se jön ki. Tehát, hogy az egész film egy ilyen, egy korcsoportnak, egy részének egy hatalmas élményvilágát adja vissza nagyon ügyesen, néha szimbolikusan, mint a köldögzsinór szimbolika, azzal a kötélhágcsóval, néhol teljesen egyértelműen, és akkor megkérdezi a főszereplő anyja, hogy hoztál-e haza tejfölt az ebédhez, akkor így egyként horkan föl a közönség, hogy ezt mindenkinek az anyja megkérdezi, és csak az nem hangzott el, hogy a dobozokat hazahozta, de mert hogy az is olyan kimosva, nevettek, úgyhogy ismerős mondatok, tehát hogy egy teljes élményvilágot egyet osztad vissza, szerintem van valami. Kérdés, hozzáfűzni való bármi. Elnézést, hogy beleszólok a szociológusok vitájába, de hát, hogy éppen a Mannheim, és amit, ahogy összefoglaltad, abból következik, hogy bátran használhatjuk ehhez a filmhez kapcsolva a generáció fogalmát. Szó sincs arról, hogy például az a önmagára konzervatív, vagy pedig liberális, radikálisként vagy reflektáló 19. századi német ifjúság az nem töredékét képviselte volna az akkor létező teljes életkori kohorcnak, akár csak Németországon belül. Tehát abba sajnos bele kell törődni, hogy nem, még ma sem, sőt, ma megint nem, teljes életkori kohorszokkal dolgozunk, amikor generációt beszélünk. Tehát amikor én például itt végigfuttattam 40-es évek, 50-es, 60-as évek eszmélőit, akkor nagyon érdekes az, hogy a volt számomra, erre nem tértem ki, hogy tényleg kiket cseleznek ki és hagynak ki a filmek, akikről nem vesznek tudomást, tehát akik nem jártak éppen a különböző nékosz kollégiumokban az országban, hanem éppen kitelepítve voltak és kukoricát szedtek, de ugyanahhoz az életkori csoporthoz tartoztak. Tehát nyilvánvalóan, vagy pedig elkezdték ugyanezt a aktivista tevékenységet, de még időben leállították őket valamilyen, mert egy másik ideológiai kört és származást képviseltek. Tehát a legkülönbözőbb játékok lehetségesek. Ettől még a generáció
tehát ettől még megállna a generációs fogalomtársítása ez a filmhez. Én inkább azt éreztem, például a 60-as évek eszmélőihez, tehát vagy azoknak az András Ferenc, vagy a Gotthárd Péter, vagy a Bereményi Géza által való ábrázolásait összevetve ezzel a filmmel, hogy hát az nagyon fontos, hogy egy bizonyos társadalmi pillanatban létezik ez az eszmény, tehát a generáció idója, és létezik a generációnak egy balekja. Ez a kettősség itt nincs meg, itt csak balekok vannak, mint hogyha a másik lehetőség meg se lenne villantva. Illetőleg nagyon fontos az, hogyha valaki látta mondjuk az András Ferenc Nagy Generáció című filmjét, tehát egy olyan világot ábrázol, ahol a szereplők legalábbis azokban a flashbackekben, amikor a 60-as években isznak és járják az akkor sokkal szűkebb választékkal bíró pesti kocsmákat, akkor bele tudnak nyugodni abba, hogy ez egy zárt világ, ez egyfajta nyomorúságos, nem pokol, de purgatórium, amit egyszerűen viselni kell. Tehát ugye Bereményi Géza filmjei, könyvei erről az állapotról állapodnak. Itt a Vanban pedig minthogyha lenne egyfajta késztetés, hogy innen ki kéne törni, de nem lehet kitörni. Tehát ennek a kettősségnek a játéka az abban az időben nem adódott. Úgy is megfogalmazhatnám, hogy nyilván egy nem tudatos politikai vállalás ott a lebegés, meg a sodródás. Itt nem politikai és nem protest jellegű vállalás, hanem igazi kényszer, ha tetszik, gazdasági kényszer. Tehát a kettő ebből a szempontból különbözik. Ez azért megnyugtató, mert lehet, hogy emiatt mégiscsak van egyfajta generációs felismerhető volta, tehát egyfajta generációs saját etosza ennek a filmnek. Kérdés, kommentár. Nekem még az jutott eszembe, hogy csak egy utolsó utáni, nem is tudom milyen reflexió, hogy, és hát azért ugye az van mindig egy piaci szempont, és szóval nem tudom mondjuk egy szerzői film esetében, de hogy nyilván, hogy kinek készül ez a film. Tehát, hogy elsősorban azoknak, vagy hasonszörűeknek fog készülni, akik mondjuk elmennek a moziba, megnézik, stb. És az már annak a következő, hogy nyilván le is fogják majd tölteni. De hogy alapvetően nyilván nem egy ilyen szociológiai panorámát akar adni, hanem tulajdonképpen van egy ilyen narcisztikus vonás, és minden ilyen filmben, most nem csak egyetlen maga, egyetlen sem akarom elverni a port, egyáltalán van valami, mert szerintem is egy nagyon jó szerethető film, bár én a Moszkva teret jobban szeretem egyébként, de hogy ettől függetlenül, hát nyilván az, hogy kinek készül ez, és a másik pedig az, hogy én aztán is az egyetemben is mindig ezt szoktam mondani, hogy mindenki bátran és vadul használja a generáció szót nyugodtan, tehát hogy pont attól gazdagodik a jelentése, hogy nagyon sokféleképpen és bizonyos értelemben kontextus nélkül használjuk, a marketing gurúk azok nem szoktak ilyen szégyellősek lenni, és aztán mondom a telefonok generációjától kezdve mindenre használják, úgyhogy szerintem ebben a tekintetben nem kell nagyon szemérmesnek lenni, hanem inkább csak egy kicsit reflektívnek. Hát, hogyha nincs további... Egy kicsit keretezném Mannheimmel a végére, hogy tulajdonképpen az, amit mondasz, és amit Hirsch tanár úr mondott, az első szempontból, tehát azt mondod, hogy lépjünk egyet hátrébb, és mondjuk azt, hogy ez egy olyan generációs film, amit azok mondják, hogy az őrül szól. Ugyanakkor a másik álláspont pedig, hogy mindenki bátran használja, vagy hogy dehogy is nem generációs film. Hát, ha tudunk rendet tenni, Mannheimmel. Na. Mert hogy Mannheimnek a tudás szociológiája végsősorban a 20-as, 30-as években arra futott ki, hogy azt mondjuk, hogy gondolkodás válságban van. Akkor, és itt arra gondol elsősorban a világnézeteknek a küzdelmére, ideológiáknak az egymásra csattanása, gondoljuk rá, hogy 17 óta Szovjet Oroszországban már az eleni
utat járja közben Németországban, ahol maga él Mannheim volt, egymásnak feszülnek mindenféle konzervatívok és mindenféle liberális csoportok, és közben pedig ott van a marxista, a szocialista, illetve kommunisztikus pártoknak a jelenléte, és mindegyik mondja a magáét, és mindegyik teljesen leleplezi a másikat, nyilván kezdik ezt az egészet a marxisták és leninisták, akkor azt mondják, hogy hamis a tudatod, és burzsát csak kevény, és az egész, ez nem lehet komolyan venni, egyetlen egy szavadat sem. Ebben a válsághelyzetben, gondolkodási válsághelyzetben, itt nem gazdasági válságra gondol, hogyan lehet akkor még megmondani, hogy mi az igaz? Hogyan lehet megmondani, hogy akkor mi a helyzet? Hogyan lehet megmondani azt, hogy mi a tennivaló? És amit mond, az a megfejtés, ami szerintem itt is jó megfejtés, hogy elkezdjük relacionálni. Azt mondjuk, relacionálni, tehát, hogy a kollégái visszakérdezik folyton Mannheimre, hogy akkor most relativizálni akarod? Azt mondja, nem relativizálni akarom, hogy az igazság sokszínű, meg nem ennyi az egész, hanem mondjuk azt, hogy ez a csoport, a társadalmi történeti térnek ez az adott pontján lévő csoport, amelyik itt gravitál, az akar egy ilyen világot, annak ez a világnézete, és azt fejezi ki az ő eszméjével, amikor azt mondja, hogy vissza kell állítani a családot és a nemzetet a jogaiba, vagy hogy mondjam, hogy a konzervatív értékeknek. A társadalmi történeti tér egy másik csoportja, egy másik pontján, akik ott gravitálnak, és mondjuk éppen tőkéjük van, azok alapvetően liberális burzsoá gondolkodásmódot képvisel, és egy olyan világot akarnak megerősíteni, és vannak itt ezek az újak, ezek a proletárok, meg mindenféle magukat proletárnak gondoló, vagy oda lecsatlakozók, mint a Lukács, aki meg az ő nyilván barátja, kollégája volt, akik pedig egy egészen harmadikkal jönnek elő. És mi az igazság? Az igazság, hogy azt mondjuk, ezek ezt akarnak, azok azt akarnak, és akkor ebből mindig relacionálni kell tulajdonképpen az igazságot. És hogy itt is, tehát hogy kinek a, ki szerint generációs film ez? Hogyha behúzzuk a relációt, és ilyen módon struktúrista elemzést csinálunk, akkor azt tudjuk mondani, hogy vannak azok, akik itt ebben a filmben önmagukra ismernek, és az ő számukra ez egy generációs film. És az én piszkálódó posztomban is az volt, hogy szerintem, hogy talán épp ha már Török Feri előkerült, az ő Szezon című filmje, ami Karcagon játszódik, vidéki srácok, ott is fiúk vannak persze, vidéki srácoknak a története, vagy ha jól emlékszem, Zomborác Virág a neve, az utóélet rendezője. Tehát, hogy ők kimozdulnak ebből a Budapest központúságból, és olyan életeket és olyan hősöket mutatnak meg, akik nem a Kazinci utcán lődörögnek, de még kisebb is volt a piacuk, nem is volt akkora siker. Meg még egyetlen mondatod a Moszkva térhez, hogy igen, amit Zsolt mond, teljesen igaz szerintem. Tehát, hogy 18-19 évesek a film szerint. Tehát, hogy visszaszámoljuk, hogy 89-ben érettségiznek, szóval ők a 70-es évek elején születnek, és ez igazából valóban a Török Ferének az Így jöttem filmje. És hogy igen, Petyán, aki a főszereplő a Moszkva térben, ő rajta látszik ez a meghatározatlanság, de a három másik srác, aki körülötte van, a Royal, a Kigler, meg a Csömör, tehát ők azért nem, hogy ismétet a terminus technikus, szóval nem nyomik, hanem így, hát a Royal az egy tökéletes antitézis a nyomiságnak, hát maga az ágáló ősgengszter, úgyhogy igen, talán Petya egy kicsit hasonlít Áronra. Azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna. Köszönöm. És hogyha még egy gondot visszakanyarulunk a filmhez, tehát akkor nagyjából az is benne van egyébként, tehát még egy film jutott az eszembe, ami egy kicsit olyan kultuszfilm volt, de szerintem teljesen el lett felejtve, ez a Szerelem első vérék című 85-ben, vagy mikor készülő film, amire most csak azért mondom, hogy ez, hogyha kimegy a film Budapestről, akkor tulajdonképpen mi marad háttérnek, vagy mert helyszínek, ez ugye Szegeden játszódik jó részt ez a film, ami akkor persze nyilván egy kassza siker volt, de abban, hogy nem nincsenek meg ezek a referenciák, mondjuk a Kazinci utca, vagy ami a Moszkva térben benne van, vagy ami a Rámcsajban benne van, tehát hogy ezek az akkori ilyen nagyon menő helyek, a Tilos ezáltal a Holdig, meg nem tudom. Ezek ugye nincsenek meg, hanem így Szegedet látod, meg a Belvárosi hidat, meg nem tudom, akkor már ezek a referenciapontok nem működnek olyan jól a városban, és nem úgy működik, hogy tulajdonképpen előjön beszélgetésekben, mert az mondjuk lehet, hogy a szegedi fiataloknak izé, de azok meg semmi közük nem volt magához a filmhez, tehát nem tudom,
hogy ilyen értelemben mondjuk a hely, illetve az, hogy összekapcsolja kicsit ez a város filmmel, meg az, hogy a város és a kultusz, tehát hogy hogyan mutatja be a várost és a városban a fiatalokat, szóval hogy nyilván nagyon sok ilyen tipizálás izé van benne, ami valahogy meg is csak hozzá, hogy tényleg elkezdek kultuszfilmként működni, és ez tud-e kapcsolódni esetleg egy nemzedékhez, illetve egy városhoz, de nyilván azt hiszem ez már ilyen nagyon messzire vezetne. Még... Hogy? Persze. Igen, még egy kérdésünk van. Nagyon szépen köszönjük. Ehhez esetleg még egy utolsó reflexió mindenkinek ilyen. Nem? Senkivel nem folytom. Nekem csak az jutott eszembe az a Márk kapcsán, hogy oké, hogy ezek nem feltétlenül a saját szorongásai az egyéneknek, de hogy egyébként azért ennek vannak a pszichológiának válasza arra, hogy lehet azért ezzel így egyénileg is, vagy akár csoportosan foglalkozni. Szóval, hogy amennyire a film amúgy maga iszonyú pesszimista, azért azt gondolom, hogy nem ennyire pesszimista a helyzet. Tehát ez maga a terápia. Jó, tehát a generációs mint film, mint terápia, akkor ez lesz a zárszó. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek beszélgetni, és nagyon köszönöm, hogy eljöttek, illetve eljöttetek. És a következő beszélgetés pedig január 27-én lesz, ami szintén egy szerdai nap, és ennek a témája pedig az lesz, hogy nők az avantgárdban. Nagyon köszönöm mindenkinek.